pedig abban bízom, hogy akkor valamivel még a részletekben is lesz módod elmondani, mert ez a második rész már nagyon fontos, azt hiszem ahhoz, és közeledik a kaptam egy e-mailt, ahol egy nagyon aranyos
25 éves fiatal ember életbiztosítást ajánlott nekem. Tudom, hogy honnan kapott elő a címemet, de felajánlott a segítségét, hogy köt nekem és köt velem egy életbiztosítást. Az első gondolat, ami jött bennem, hogy na tessék. Mert hogy volt már egy korábbi rendkívül negatív tapasztalatom, tudnék egy családi pénzügyi akció során kötelező volt életbiztosítást. Igen, ám elég nyomtak egy hatalmas paksamétát, 15 oldal, akinek volt a kezében, azt tudja, mit jelent, ki kell tölteni mindent, elérkezünk ahhoz a passzushoz, hogy egészség. És mit volt itt tenni? Be kellett írni azt, hogy én trombofíliás vagyok. Ami azt jelenti, aki tudja, mit jelent, hogy egy olyan genetikai betegség, amit hozok magammal, az életem teremtettsége folytán az így van, ezzel meg kell tanulni együtt élni, de ez egy elég nagy rizikóval járó betegség, és a biztosító fogta a paksamétát és visszanyomta, hogy hát a férjét igen, de önt nem biztosít. Na most itt volt az identitás válsága testvérek, tényleg azt kell mondjam, hát ki vagyok én? Na nesze, még egy biztosítónak se kell. Egy nyomorult, egy selejt, egy senki, akit nem lehet biztosítani. És akkor ismét csak néhány nap válság után helyreállt ez a megzökkent identitás, azt mondtam, na jó, lehet, hogy üzleti szempontból, pénzügyi szempontból, emberi szempontból biztosíthatatlan vagyok, de a teremtettségemnél fogva, a teremtettségem okán biztosított ember. És azt válaszoltam ennek a kedves fiatal emberek, miután lehittettem, kedves uram, köszönöm hozzávaló jóságát, de én már életbiztosítást kötöttem egy magasabb cégre, az Istennel magát. Nem válaszolt, nem tudom, mit gondolhatok volna, viszont köszönöm. Zizen, az az ige tehát, ami ideig elvezetett, az az volt, hogy én veled vagyok. Veled vagyok, akárhova mi. És tudjátok, aki egy éves szöveget ismeri, azt tudja, hogy ez a veled vagyok, ez egy kötőszóból, annak egy ragozott alakjában van, ami a velem valóságnak a mélységét fejezi ki. Azt jelenti, nem hogy veled vagyok, melletted vagyok, hanem benned. Velem együtt, te én bennem, én te benned. És Ézsaiás könyvének az a gyönyörűséges igéje, ami azt mondja, hogy elfeledkezhetik egy csecsebőjéről az annak. Nem könyörülne méhe gyermeké, a másik megfeledkezőnek, és én te rólad soha meg nem feledkezem, mert én tenyeremben viselőte, és előtte van a falai útjai, mert én veled vagyok, és akárhova mész, megőrizlek, elviselek, és visszahozlak el. Ilyen tekintetben ez a bibliai ígéves testvér fantasztikus, mert tele van olyan cselekvő igékkel, ami bizonytalanná vált egy megszökkent identitású embernek, rengeteg támaszpontot ad egyetlen mondatban. Ilyen szavak vannak benne, hogy veled vagyok, társaság elhangzott. Az ember társasságra teremtődik, nem a magányra. Azt mondja, veled vagyok. Ha senki más nem lenne veled, én veled vagyok. Azt mondja, megőrizlek, hűtejét. Az ember csak magában bízás, azt mondja, hogy jó, én hogy fogom ezt az egészet túlélni. Akkor elbizonytalan, és azt mondja, hogy megőrizlek téged. Visszahozlak. Nem hallom el. Teljesítem, amit megígértem, szernyezzel szabad. Olyan, aminek most, jelenleg, ma hihetetlen erős súlya van a mai emberben. Lehet, hogy biztosíthatatlan vagyok üzleti, orvosi, emberi, evilági értelemben, de biztosíthatóan számítok nem az atyánál. Az Ericssoni modell tekintetében, és most kicsit szeretném fordítani a dolgon, a ki vagyok kérdésemet, a kié vagyok kérdés felől tudtam megerősíteni. Azt, hogy ki vagyok, végül is helyre
tökéletességre van teremtve, hanem folyamatos tökéletességre. Azt mondja, ez a mi emberi sorsunk. Nem a tökéletesség, hanem a tökéletesedés. Vagy mondjam azt, hogy a fazekas műhelyéből vagyok egy csorpot is cserébe rép. És mondhatja-e a cserépedény a fazekasnak azt, hogy miért pont ilyennek alkottál? Vagy tövisesség. Tövises vagyok. Szerintem van közületek is még, aki azt mondja, hogy tövises vagyok, de nem kívülről, mint egy kaktusz, hanem Pál apostoli értelemben tövises belül. És most már tudom és érzem, hogy a tövisesség az kiválasztottság. Az kiválasztottság. Az nagy dolog. Mert ez a tövis, ami odabent működik, az napról napra arra emlékeztet engem, hogy szükségem van arra, hogy belemítjen. A tövisességem erről szól. A kiválasztottságról. És van egy nagyon szép mesék, amit szeretnék nektek elolvasni majd a végén. Remélem, nem lesz altató mese. Ezt az utolsó 5 percet tényleg rá fogom szánni. Nem tudom, ismeritek-e ki, aki ismeri. Azt mondtam, érdekes a cím. Akkor el tudom mondani. Nem tudjuk, hogy mire tűnik. Mert hogy én édesanyja vagyok és mesemondó vagyok, akkor ezt el fogom itt mondani, mert ezt hallani kell mindenkinek. Igen, lehet, hogy én is Pancinello vagyok, éli kaparagó mesternek a műhelyéből. Tele szürke pontokkal. De mégis itt vagyok, és engem az, hogy ő van, s velem van, akárhova megyek, és akármerre áll, van az autónknak az orra, velem van. Miért ne látnám magamat szerethetőnek, kérdezem én? Annak ellenére, hogy az ördög már a kezdetek kezdetét a hiány állapotot hozta be az életünkbe. Amikor azt a mondatot tette föl, tényleg, ő azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehette. Egyetlen egyik. És ez úgy fordította meg a nemet, hogy sem. A kert egyetlen fájáról sem ehette. Szóval, na nézd meg, milyen gonosz, milyen határokat szab elé, mennyire rossz. A kert egyetlen fájáról sem ehette. Az Isten szerethetetlenségéről beszélt. És mit csinál az emberrel? Őről pedig azt mondja, hogy egy mezítelenségét rejtegető, rászedhető töredék. Az Isten szerethetetlen, mert szigorú, te pedig egy mezítelen és rászedhető töredék vagy. Te is szerethetetlen. Ez az ördög. De milyen jó, amikor a kezünkbe kerül például egy ilyen igelet, akkor azt mondja, hogy a csoda nem csak abban van, hogy veled vagyok, hanem azt mondja, hogy az egész életutadon veled vagyok. Régóta vallom, és mondom, hogy hitem szerint mindenki az atyai házból indul el, hogy elhangzott tanárom előadásában, hogy a gyermek már a szülői gondolatban, tervezés folyamatában megvan, én egy kicsit még feljebb megyek, és azt mondom, az atyai elgondolásban benne van, és mindenki az atyai házból indul, és mindenkit oda várnak vissza. És ez alatt, az út alatt mondja az Isten, hogy én megőrizlek. Én bebiztosítom ezt az utat, én veled vagyok, mert az édenkerten kívül sajnos az ember alapvetően bolyongó lett. Tényleg ő. Azt kell mondjam, hogy az édenkerten kívül kerülve a bolyongás lett jellemző az életutunkra. A tévedés, az eltévedés. Úgy fogalmaztam magamnak, hogy az útra indított ember bolyongásra hajlamos, a századik bárányságban belénk kódolva. A tékozló fiúságban belé kódolva, azt, hogy mindig tévedünk, oldalra megyünk, a keskenünk helyett a széles, vagy egy kicsit más, ami meg felé elindulunk. Az atyai házban indultunk.
tanítós ezen az úton azt mondja Isteni, megőrizlek téged akárhova mégy, lehet, hogy fiúként indultál el az atyai házból, de még béresként is hazajöhetsz. A századik báránság és a tékozóság bennünk van, az ördög rászedett, ez az igazság. És ezáltal a hol vagy kérdés, a hol vagy kérdés folyamatosan felhangzik mindegyikünk életében. Hol vagy? Tehát megkeresendővé és megtartandóvá vált az életünk. Ezért csodálatos, amit Zákeusnak mond, én is Jézus Krisztus, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Ne felejtjétek, a hol vagy, az most már felettem, feletted, és folyamatosan ott hangzik el, de Isten válasza erre a gondolásra egy csodálatos dolgot, és ez a válasz az, hogy született néktek megtartó. Azt mondta, hogy olyan közel jövök hozzád, amely közel jövök el. És János evangéliumában Jézus Krisztus valami gyönyörűséget csinál. Azt mondja, hogy elmegyek, és történik egy helycsere. És az a helycsere, aki az én helyembe jön, egy olyas valaki, aki olyan közel lesz hozzád, amilyen közel csak lehet, sőt, bennem lakik is a személyre. Azt mondja, ha még mindig nem érzed, hogy te az én különleges alkotásom vagy, ha még kicsit még aggódsz, hogy mi lesz ezen az úton, akkor ne félj, mert én a biztonságomat olyan közel hozom hozzád, amilyen közel csak lehet. Nekem fantasztikus az, ahogy a pásztor azért a századikért elmegy, és fantasztikus az, ahogy az a atya kiszalad még a tétkozó elé is. Ilyen formán tövises emberként mondhatom, teljesen lényegtelen, hogy milyen hosszú az út, amit a kijöveteltől a hazameneteig el fogok tölteni. Teljesen minden. Mert nem a hosszúság a lényege, hanem a minőség. És végezetül egy nagyon-nagyon friss élményt szeretném veletek megosztani, egy nagyon komoly igei élmény János evangéliumából, és ismét csak a biztonság érzetet teszi a hangsúly, amely hitem szerint az identitásnak egy nagyon fontos elme. Fel is fogok jegyezni. A fizikában ismerünk egy ilyen törvényt, az energia megmaradást. Az energia nem is lehet csak átalakul, egy kicsit fordítom, és azt mondom, minden ember életében megvan megmaradás törvénye, és ezt a következőképpen fogalmazta meg Jézus Krisztus, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlőtő. Aki én bennem van, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem tehetek. Hát szóval ez az isteni stratégia. A legkülönlegesebb és a legjobb, ami a bizonytalannál váló identitást hamar helyre pokozza, hogy nem egy légüles térben élek, nem egyedül kell végigjárnom az utamat, nem kell aggódnom attól, hogy tövises vagyok, a problémák vannak és biztosíthatatlan vagyok emberi tekintetben, mert a szőlőtőkében vagyok ott van. Ott vagyok egy megbízható helyen, és az igazi biztonság érzet ilyen formát már nem attól függ, hogy mi van a kezemben, hogy mennyire vagyok egészséges vagy nem, hogy milyen úton járok, hanem ez a biztonságérzet itt van belőle. Az önazonosságomat minden körülmények között alátámasztja az, hogy a szőlőtőkében vagyok. És a szőlőtőkén lévő, önazonosult ember már tudja, hogy olyan gyümölcsök is megteremnek az életén, amit egyébként megalkotik. Lehet, de hosszú távon nem fog tudni. Olyan gyümölcsök jelennek meg egy szőlőtőkében élő ember életén, hogy fantasztikusabb, csodálatosabb, amit emberileg nem tud megtenni.
át önmagammal viszem. És ezért ülünk be nyugodtan az autóba, és akkor jó, amikor együtt vagyunk, és mindent, hogy Kárpátalján, Magyarországon szolgálunk. Mert egy fontos a számunkra, nem az, hogy mit hiszünk magunkról, hogy mások mit hisznek rólunk, hanem az, hogy azt érte, hogy akárhol megyünk velünk van. Ez a biztonság érzet, amiről én most nagyon szubjektíven mondom, de azt gondolom, hogy a hitét gyakorló embernek igenis erősít az identitását. Ezt tudósként, de is egy kicsit ide vonatkozik és ide fűződik, én grafológus is vagyok, és 2008-ban, ha jól emlékszem, 2008-ban jelent meg Kopp Máriának a magyar népesség egészségével foglalkozó igen vastag kötete. Akkoriban jelentett meg a Kopp Máriának a kutatásai a vallásosság és a lelkiegészséggel kapcsolatosan, ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet. És a grafológusi vizsgára azt a dolgozat témának a hit és coping címet választottam, ami arról szól, hogy a hit, vagyis nem csupán a vallásgyakorlás, hanem maga a hit, az valóban lehet-e coping. Tehát lehet-e coping funkciója annak, hogy én hiszek. Nehéz dolgom volt, mert ezt a kézírásból kellett valahogy kimutatni, ami azt jelenti, hogy választottam 13 olyan személyiségjegyet, amelyen keresztül azt, hogy én hívő ember vagyok, megjelent. Voltak hívő emberek, a lelkész kollégáim, és voltak ugyanazok kontrollcsoport, akik azt mondták, hogy ők nem hisznek. És egy nagyon érdekes sorrend jött ki, melyek azok a személyiségjegyek, amit egy hívő embernek biztosítják a védettséget. Tehát milyen védőfaktorai vannak a hitnek? Az első volt a jövőkép. A jövőkép. És a negyedik zsoltár jutott az eszembe. Lefekszem, s legott elaluszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban lesz. Vagyis aki az atyai házból elindul, és tudja, hogy az atya biztonságával van alátámasztva, az nyugodtan van, és azt mondja, ez volt tegnap, ez van ma, és ez lesz holnap is, mert az a valaki mondja nekem ezt, mi azt mondja, hogy vagyok, aki lesz ez egy kicsit téves fordítás, szó szerint én van, vagyok, leszek. Ő ígérte ezt. Úgyhogy én hiszem azt, hogy a hitnek vannak olyan védőfaktorai, amelyek segítenek bennünket abban, hogy megküzdjük a harcokat, és ezekkel a harcokkal teli életúton képesek legyünk megvenni képességet. És a mese, amire rászállnom most azt a német percet, így szól, érdekes volt. A Foltmanó kicsi fából készült emberképpontra, mindannyian éli paparagó mester keze alól kerültek ki, a mester műhelye messze fent a hegyen áll, ahonnan szép kilátást nyújt a Foltmanó kicsi fából. Mindegyik manó más mondó. Egyik a nagyobb az orra, a másiknak a szája, némelyik magasak voltak, mások pedig alacsonyak, egyesek kalapot voltak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük, hogy ugyanaz a paparakó készítette őket, és ugyanabban a faluban. A Foltmanok egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manunak volt egy doboza tele halancsillag matricával, és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Naposzat a falut járták, és más sem csináltak, hogy csillagokat vagy pontokat ragaszgattak egymásnak. Csinosok és jóvágások, akik szépen csiszoltak és fényesen festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik édes fából készültek, vagy már attól róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számítottak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas karudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött, mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek, őket mindig
Némely foltvonulokat egész testi csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét érdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak belemések. Nekik mindig csak szürkebb volt. Pancsinálós egy ilyen foltvonulban. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyobb esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséstől megkarcoltak testét, s ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbáltak kimagyarázni az esetet, biztos valami után fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem lehet kimenni. Félt, hogy valami megint egyetlen kell. Például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép a tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden okéből is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgy is olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemelt, mondogatták egymásnak, ő aztán tényleg nem jó volt van. Egy idő után már maga pancsinálom is elvitte ezt. Nem vagyok. Amikor nagyinkám kiment az utcára, csak olyan magunkkal lépett, akiket szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap azonban találkozott egy olyan magunkkal, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerű a magunkból, Lúciának hívták. Nem mintha az emberek nem ragasztottak volna rá magunkat, egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manual miatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot, de a csillag is leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillagot sem, és raktak rá egy szürke pontot, de az is leesett. Én is ide akarok lenni, gondolta Pancsinálló. Nem akarok, hogy mások jeleket rakjanak rá. És megkérdezte a matrica nélküli manualót, hogy már lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Nem nagy ügy, válaszolta Lúcia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit. Élit? Igen, Élit a fafaragót. Jó, tücsörgök a műveiben. De miért? Megtudod, menj fel hozzá a helyre. Ezzel a matrica nélkül fafaragó megfordult is el. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancsinálló, a Lúcia ezt már nem hallotta meg. Ezért nincs rendjén. Suttogta, s végül is elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a helytetőre vezető keskenyösfényen, s belépett a műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok lábkár, le a műhelyre kellett állni, hogy rálásson a munkapadra, s a kalapás nyelek olyan muszka volt, mint az ő karja. Pancsinálló nyelt egy nagyot, és elindult kefelé. És akkor meghallotta a nevét. Pancsinálló. Hallatszott a mély erős hang. Megállt. Pancsinálló. Örülök, hogy láttam. Gyere közel, hadd nézzelek meg. Lassan megfordult, és ránézett egy nagy darab szakállas emberre. Te tudod a nevet? Kérdezte a kismarú. Persze, hogy tudok. Én amit. Élire hajolt, felemelte, maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány szürke pontot. Háj, nem akartam én. Minden, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előtte nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad, volt majd. Minden. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan voltak, mint te. Amit ők gondolnak, az semmi sem számít Pancsinálló. Csak azt számít, amit én gondolok. És szerintem te egy nagyon értékes voltak. Pancsinálló felkérdezte. Én értékes. Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni, nem tudok magasra utolni. A festék repedezik rajta, hát mit számítok én neked? Éli
csinál, úr, nézett, rátette kezét a kis vállamra, vagy nagyon lassan így szólt. Az enyém van, ezért vagy értékes nekem. Pancsina úrra még soha senki nem nézett így, különösen nem az, aki őt alkotta. Nem is tudta hát, hogy megmondta. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta én. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák. Tudom, mesélt róla. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? Paparazzi nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rá, ha hagyod. Éri elmosolódott. Azt mondta, időben már megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal, egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzá, emlékeztesselek rá, mennyire fontos van nekem. Éri betette Pancsinyára a földre, és ne felejtsd el, nagyon értékes van, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancsinyára nem állt meg, de magában ezt gondolta, azt hiszem, komolyan gondolta. És miközben ezt gondolta, már le is gondolta,